Ennél a háznál dördült el az életveszélyes sérülést okozó lövés tavaly júniusban. A két barát éppen a tetőn dolgozott. Egész nap ittak, majd egyszer csak összeszólalkoztak. Az áldozat kétszer megrúgta a későbbi támadóját. A dühös férfi ekkor rohant haza az engedély nélkül tartott hangtompítós és távcsöves kispuskáért, amivel mellkason lőtte a vita partnerét. Bilincsben és Vezetőszáron kísérték az ítélet hirdetésre az azóta letartóztatásban levő vádlottat. Az ügyész azt mondta, a tüdöllőtt áldozat csak a gyors és szakszerű orvosi segítségnek köszönhetően nem halt bele a sérüléseibe. A sérült sérülései nála maradandó fogyatékosságot eredményeztek, legalábbis fizikai értelemben bizonyítható mindenképpen. A vádlott férfi végig azzal védekezett, hogy nem akarta megölni a barátját, csak meg akarta ijeszteni. Az ügyész szerint viszont azzal, hogy célzott lövést adott le a távcsöves puskával, egyértelműen bizonyítható volt az emberölési kísérlet. Ha a hanghatást akart volna a vádlott kiváltani, akkor nyilvánvalóan fölfele kellett volna, vagy olyan irányba kellett volna lőnie, aminek köze nincs a sértetthez, ha nem akart volna neki sérülést vagy okozni, vagy az amit aktuális pillanatban lévő tudatállapotában nem gondolt arra, hogy most éppen az életét szeretnék kioltani. A vádlott férfi az utolsó szó jogán egy hosszú idézetet olvasott fel a barátjának, és bocsánatot is kért tőle. Végül megköszönte a mentésében résztvevőknek, hogy nem hagyták meghalni a férfit, akit ő maga lőtt mellkason. Mint például mentők, tűzoltók, légimentők és a Honvéd Kórház orvosai, nővéreinek, amiért mindent megtettek a szabott szakszerű ellátásához, kezeléséhez és megmentéséhez. A vádlottnál a rendőrök több mint 1300 engedély nélkül tartott lőszert és egy második világháborús robbanószert tartalmazó lövedéket is találtak. Az ügyészség ezért az emberölési kísérlet mellett még robbanószerrel és lőszerrel való visszaéléssel is megvádolta a férfit. A bíró a robbanószerrel kapcsolatos vád alól végül felmentette. Az indoklás szerint azért, mert a férfi nem tudott arról, hogy a háborús erekje TNT-t tartalmaz. Ezért halmazati büntetésül 7 év szabadságvesztésre, a közjegy gyakorlásától 7 év eltiltásra ítéli. Szabadságvesztés végrehajtási fokozat a fegyház. A szabadságvesztés büntetésben 2018. június 23 napjától a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítja. A barátját mellkason lövő férfi ítélete egyelőre nem jogerős, mert ő és az ügyész is 3 nap gondolkodási időt kértek, hogy eldöntsék, élnek-e a fellebbezés jogával.